Sziasztok! Üdvözlet! Szép estét! Péntek este van, úgyhogy lazítunk egy kicsit. Játszunk egy kis story game-et. Hello, Miska! Ami nem is annyira lazítás, alapvetően, mert azért a téma nem egyszerű. Ugyanis a mai játék a Detroit Become Human. Egy nagyon-nagyon jó kis játék, amit nagyon-nagyon régóta szeretnék végigjátszani. Most adódott rá lehetőség, úgyhogy bele is kezdünk. Nem olyan hosszú játék, talán olyan 8-10-12 óra alatt végig lehet játszani. Igen, Miska, ez az a robotos játék. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. Azt mondja, hogy itt is van nekünk elvileg. Igen. Oké. Ő a robot. Hát ha jó helyen vagyok, akkor jó helyen vagyok. To live, but to have a reason to live. That's a quote from Jean Genet, a French writer. Köszönjük. Na, kezdjünk bele, én azt mondom. Aztán tényleg, ameddig jutunk, addig eljutunk. Bocsé. Ha esetleg hangos a game, akkor majd szóljatok is, akkor állítunk rajta egy kicsit. Na, lássuk. You can't do that! You... Why aren't you sending a real person? Guess do it. Beszélnünk kell a főnökkel. Ő a főnök, ugye? Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Has it experienced an emotional shock recently? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Do you know its name? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Hát az nem túl sok. Hát próbáljunk egy kicsit gondolkodni. Hmm.
Mit kell csinálni? Á, oké. Jó. Hát ezt is kontrollerre kellett volna játszani. A fegyver. Oké. Okay. Jó. Hát igen, Miska. Jó. Javult a... Aha. És itt nem nagyon írja nekünk, hogy mit kéne csinálni. Jó, a szobá... Átnézzük a szobákat. Mit hallgatsz? Jeké, 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 nem, ez nem. Oké. Egyéb info. Na. Szokni kell itt a... A fura az irányítás. Hát igen, Miska, még itt egy... Kapok egy DMCA... Nem úgy helyeket. Vagy büntit. Nézzünk ide is. Ez a fürdő. Hát itt semmi nem volt. Azt is tudjuk, hogy ő ki volt. Egyéb nyom. Jó. Enélkül az információ nélkül azért ellettem volna, de... És mi a negyedik? Oh. Egy másik seb. Játsszuk vissza ezt is. Jó. Akkor ez is megvan. Hát lelőtték. Van itt még nyom bőven.
human lives. By all signs, the SWAT team are preparing for an assault, and it's been just over an hour since a little girl was taken hostage on the top floor of a building here in downtown Detroit. Okay. Ja, mert én itt nézelődök alapvetően. Aha, hát ő is egy android akkor. Ja, mondjuk ez eddig is... hát este van, na. Oké. Jó, hát gyerünk, aztán meglátjuk. Stay back! Don't come any closer or I'll jump! No, no, please, I'm begging you! Go, go, go! Hi, Daniel! My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. I'm an android, just like you. I know how you're feeling! What difference does it make if you're an android? You're on their side! You can't understand how I'm feeling! There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you! I'm holding all the cards. If I die, she dies! You hear me? Listen. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. No. It's not my fault. I never wanted this. I love them. You know? I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me! I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no! I can't stand that noise anymore! Tell that helicopter to get out of here! The situation is under control! There! I did what you wanted! You have to trust me, Daniel! Let the hostage go and I promise you, everything will be fine! I want everyone to leave! And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Okay. Jó.
You lied to me, Connor. You lied to me. Hát ez volt a feladat, megmenteni a kislányt. Hát kérdés, hogy mi egyéb útja lehetett volna ennek a dolognak? Van-e olyan, hogy nem lövik le? Hát lelőtték. Hello, Ceva. This is the top-of-the-range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. And diamonds. These are and handles kids in elementary school up to good afternoon. Can I help you, please? Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion on this entire range at $7,999 with a 48 months interest-free credit. And it comes with a 2-year warranty for parts and labor. Painting, plumbing, gardening. What's that, Bruce? At night, it switches to surveillance mode. Contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. Excuse me, how much is that one over there? The MP800 is slightly more expensive, but it has many other functions. Thank you. Come along. And we're good. I don't like this guy. There it is. It's been difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Oh, I see. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. That'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Okay. És akkor itt kezdődik. Detroit. Munkásököl, vasököl? Nem is folytatom. Hát ez az Miska. Itt. Csak kérni kellene. Would you like to go home now? Yes, Rose.
Yes, I think that's enough for one day. Here. Let me. Menjünk a festékboltba. Oh, thank you, dear. A 840-es rendelést kell elhoznunk a festékboltból. Hát jó. Nem lehet olyan bonyolult. Hát ott jól néz ki ez is. Ugye ezt eredetileg, ha jól tudom, csak PlayStation-re jött ki. Ha jól emlékszem. Hey, water. Azt nemrég jött ki a PC sportja. And are 5 miles away from your goal. És így fut vele. Hát jó. Várjunk a zöld lámpát. Eladó az Android. Ó, oh. Zöld a lámpa. GPS azt mondja. Oda kell mennünk. Jó, akkor gyerünk. Hát nem sajnos. Az oszt igen. DMC jöhet. Menjünk szerintem. Ebből baj lesz. Jó. Menjünk a festékboltba. This happened. No, he will not allow his creation to be led astray by these artificial demons. Why do you look at me so, demon? I know who you are. I can see through you. You are the one by whom the evil will come. You are the one who will destroy Detroit. My brethren, we have to turn our backs on sin. Okay. We have to burn the androids. Let us burn. Erre vagyunk. Erre. Poor sinners. The end is nigh. Retribution. Ah, itt van. A festékbolt. Hát igen, az irányítás egy kicsit olyan... Menj már! Na.
Identification verified. Sikerült. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Payment confirmed. Transaction complete. Hát igen, egy sima F betű is elég lett volna ahhoz, hogy bemenjek egy ajtón. Menj hagyd az a busszal. Tehát itt most egy F betű. Jó. Meg lesz ez, csak valószínű meg kell szokni. Lehet így váltogatni a kamerát. Jó. Na, merre kell menni? Na, arra. Oké. Jobs. Yeah. We've got families to feed, and these androids are taking. What are you doing? Where the fuck you going, Tin Can? Faster. No kidding. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Yeah. 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 Anywhere. We're gonna fuck your bitch ass up. Yeah, waste it. Do it! Alright. It's enough. Leave it alone. Fuck off. Let us teach this bastard a lesson. If you damage it, I'm gonna have to fine you. I'm gonna take your job next. Let me see how you like it. Okay. Let's go. Run along. Lettem erre kellett volna jönni. Androids are stealing our jobs. Yeah! We got families hát, to feed and these androids. Vagy csak hülye vagy és kész. Egyszerű. Hát van valami. Ja, nem csak itt kell várni. Android area. The bus is arriving. We hope you enjoy your journey. Today's forecast is cloudy, with showers expected this afternoon. Eső lesz. Akkor várjuk a buszt. Compartment. És ott állnak. Így van, a Balaton tagadunk, pontosan. Az android elveszi a munkánkat, mint a bevándorlók. Hát, ha olyan hülye vagy, hogy egy olyan ember elveszi a munkát, aki nem tudja a nyelvet. De, lépjünk túl. Hát akkor most visszük a festéket, gondolom haza, a főnöknek. Hát egy pár dolog volt, amit nem csináltunk meg. Reméljük nem lesz jelentősége. Itt pedig Kara. Hát igen, ez inkább már hasonlít a jelenlegi Detroitra is egy kicsit.
Bár mostában nem voltam Detroitba, de... állítólag vannak gondok. Kezdek ráérezni, hogyan kell csinálni. Csak ez a PlayStation-on kicsit egyszerűbb. Todd. You coming? You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. Yeah, ugye a lányára gondol. You look after her. Azt hittem a kutyájára, vagy ilyesmi. All that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Munkára, srácok. Rengeteg dolog van. Oké. TV on. Na ez értesz mi? Te. Oké. Yeah. Maybe. Depends on what you need. Yeah, I can get that. Yeah. I'll bring it tomorrow. Whitney's kid. Yeah, same place. Okay. You know. Megy valami építkezés. Valami út, vagy autópálya, vagy valami ilyesmi megy ott. Hát, igen, ez nem az a környék, amit általában Amerikáról mutogatnak a tévében. Fuck, man! Mi a baj? Hogy valami kis cuccot, aha. Hát, úgy néz ki, hogy mosogatni fogunk. Todd, úgy látom, hogy egy kicsit... Csak a szokásos... ne is figyeljetek rá.
csinálom a napi rutint. Ez mondjuk hasznos. Így azért jó, mert nem szárad ki tőle a kezem legalább. Mint amúgy. Köszi, Teva. Jaj. A kezem járjon, ne a szám, mi? Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. Hát gondolom itt van. Meglepődnék, ha nem a hűtőben lenne. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here! I'll get back to work. Na, nézzük, mit kell még csinálni. Tegyünk rendet. Aktiváld a porszívót, azt mondja. Hol a fajta van a porszívó? Az a porszívó? Az. Alice! You better stop that right now! Akkor egy paraszt vettem azt ki. Why is she always pushing me? Always pushing. Én is ezt csináltam volna egyértelmű. Jó, akkor még megnézzük, hogy hátul mi a helyzet. Szedd össze a mosnivalót. Mosnivalót. De ezek ki vannak itt már teregetve. Hogy újra kell mosni. Gondolom kint hagyta. Kislánya lehet valamit bizniszelni? You look bored. Would you like to play a game? Aren't you going to school today? Mindig is jó voltam a gyerekekkel. Oké. Okay. Mondom, akkor itt hátul van ilyen mosókonyha. Uh-huh.
Ó, Dr. Markboy, köszönöm szépen a 8 hónapot. Nagyon szépen köszönöm. Mi ez itt? Fogalmam sincs. Ez egy tévedés. Éppen mosok. Amúgy. Az mi a... Ja, ez az a drog, amit ott szívott. Vörös jég. Hát valami csodálatos ilyen... You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Todd. You stay the fuck out of my business. Unless you want to piss me off. Hát de baszki. You want to piss me off? No, Todd. Nem a mosószerbe kéne tartani a drogot, öreg. Sőt, amúgy nem kéne drogozni alapvetően. És akkor nem kotorásznék ott a cuccaid között. Fasz, bocsánat. Szóval, folytassuk akkor a mosást. Vörös jég, ez volt a neve. Jó, minden választható feladatot megcsináltunk. Még ott van valami, azt nézzük már meg, hogy mi. A porszívót ne bántsuk. Végezze a dolgát. Adott neki egy tabletet. Ó! Szóval fókuszban a politika. Tényleg korruptak az amerikai szenátorok? Hát igen, amúgy nem tudom miért magyarra állítottam, de hát ha már így alakult. Két óra alatt menhettem be Los Angeles. Két óra alatt innen nem érek ki a... hát Decathlonig. Oké. Okay. Nem. Százhúsz mérföld eldobott, az igen. Jó, rendben van. Hát lehet, hogy külön liga kéne a robotoknak egyébként. Csak szólok. Bár... a fene se tudja. Jó, földszint befejezése. I made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Valamilyen nagyon mufurc ez a fickó velünk. Menjünk fel. Továbbra se. That's a pretty toy. What's its name? Hát barátságosan nem válaszolt, de nem baj. Dolgozunk majd még rajta egy kicsit. Hát ez amit először is előbb is láttunk. Na nézzük itt fönt, mi a helyzet. Rakjunk rendet Todd szobájában. Felnőtt férfi. Tényleg egy kontroller kéne, nagyon kényelmetlen.
ki tudja, mikor fog megérkezni. Már megrendeltem, csak... Tudjátok, hogy mi ez manapság. Rendelsz valamit, és ilyen... Jó esetben 2-3 hónap múlva értesítenek, hogy 2-3 hónapra rá meg fog érkezni. Jó. Nem tévézünk, előbb rendet rakunk. Konzollal együtt már boly. Meg közben sikerült rendelnem egy 3080-at is. Nagy nehezen. A jó ég tudja, mikor fog ideérni, de... Sikerült. PS5, PS5. Antidepresszáns. Tianep... Valamit tartalmaz. Én 370-én rendeltem, de nem az alapot, hanem ilyen nagyon... Tehát ami nem a 700 dolláros alap. És az alzáról. Bízom bennük egyelőre. Hát nem hiszem, hogy PS5-öt fogok streamelni, Miska. De még meglátjuk. Még fene se tudja. Rendetlenség megszüntetve, most szellőztessünk. Itthon ez a kedvenc elfoglaltságom. Jó. Oké, és... Na most kapcsoljuk be a tévét. Gépépítős live. And now to sports. First up, basketball. As the Gears prepare for their critical match with Denver tonight at the CyberLife Arena in Detroit, league negotiations are still ongoing over the possibility of allowing one Android player per squad. Debate rages as to whether the change would lead to more exciting matches or be the first step in making human players obsolete. CyberLife has announced its willingness to participate in the experiment by providing one specialized model to every team. And a cash? Jó, kártya cserére. Há. Oké. 225,000 jobs were lost from the US economy in October. According to the Department of Labor, bringing the unemployment figure up to 37.3%. Nem én kapcsoltam el. President Warren spoke today at the opening of a new CyberLife plant near Milwaukee. At the event, the president again praised CyberLife's role in the... Márboly, nekem most január 7-ére írják. Egyébként. Jó, gyerünk. Watch it. Stop soros, az nagyon jó. Még így, hogy vársz is rá. Ide kell jönnünk. Szerintem ez a budi. Üvegek? Milyen üvegek? Flakonok. Padló felmosása a felmosóval.
Hát igen. Stopsoros. Amúgy nekem is volt egy ilyen terveim, hogy majd a Cyberpunk már arról megy. Nem fog. Az az igaz. Hát elsőre legalább. Másodjára biztos. Jó. Oké, és akkor irány Alice szobája. Jó helyet takarítgatok egyébként. I just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Stopsoros, hát... Igen. Oké. Hát ez mi? Kincsek. Be van zárva. Hát, ha csúszna, azt már bejelentették volna egyébként. Alice in Wonderland. Klasszikus. Of course. És ott hagyja a földön. És még át is lépte. Seems you like reading. Stopsoros, ezt föl sem merem olvasni. Ugye ez a játék pont valami ilyesmi lenne egyébként, ugye? Az üzenet valami arra rezonáló dolog. Jó. Ki kéne szellőztetni. Micsoda kis bunkia van. Hú, én is emlékszem, hogy gyerekkoromban sokszor építettünk bunkert bátyámmal. Hogy kinyitottam az ablakot. Beszélgessek Alice-szel. Térdeljünk le hozzá. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? Hát az anyukájáról nem biztos, hogy kérdezni kéne, mert... You should tell me about yourself. Valamilyen nincs. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Okay. I can see you want some space. I'll leave you alone. Hello, Ninja Raccoon. Egy kulcsot adott? Jól láttam. A kulcs a kincsekhez. Hát, de csak bele... És átlépi a könyvet, ahelyett, hogy a helyére tenné. Még több drog. Nem. Hát csak nem. Ez Alice kincsé. Kérdés, hogy anyuka hol van?
ez az előző android valószínűleg. Akkor szerintem kérünk Todd-tól feladatot. Le a lépcsőn. Hát gondolom még mindig lent tolja a cuccot. What are you doing? I'm playing. Playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife? Huh? Fucking loser? Can't get a job? Take care of his family? Don't you think I tried to make things work? Basszus, ez egy kislány. Whatever I did, when someone comes along, they just fuck it all up! Hogy gondolkodtam már ilyenek? I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! God, what am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Hát pisztolyt nem találtunk. Hát igen, Miska, szoktuk mondani, hogy a drog rossz, értem. Meg hát gondolom amúgy is vannak gondjai. Na, itt jövünk. Hát az ő nevét még nem tudom. Ah, köszönöm. Tehát Markus. Oké. Okay. Ez a fickó amúgy... tudom, hogy ki. Csak a névmemóriám az még mindig remek. Jó. Tegyük le a csomagot. Kamera mozgás olyan fura, vagy én vagyok béna, persze. Oké, és az ott micsoda? Ezek a madarak nem élnek, ahogy látom. Oké. Okay. Minden világos. Lehet azért, mert igaziak már nincsenek, mert... hát tudjuk miért. Jó. Oké, okay, és ébresszük fel a kárt akkor. Nem tudom még ki az a kár, de mindjárt kiderül. Mondom a... hát mondom, hogy a főnökünk, de inkább a tulaj. Art. Madarat programozni? Hát, most ha gonosz lennék, azt mondom, hogy sokaknak még a forciklus sem megy rendesen. De nem mondok ilyet. Ez valami...
Krokodil? Mindegy, menjünk tovább. Jó kis kulipintyója van ennek a kárnak, azt kell, hogy mondjam. De onnan hiányzik a textúra, nem? De hol van Carl? Itt van bent. Ah, itt van. El kell húzni a függvényt. Jó. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy, 54 degrees, 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you. You and me, right, Marcus? You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Carl. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots. They think they can stop progress by roughing up a few androids. I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Megyünk. Egy festő a fickó, ahogy látom. Valamilyen művész, mert nem csak fest talán. Anything special on the agenda today? Yes, there's the opening of your retrospective at the Museum of Modern Art. Mm. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Any news from Leo? No, Carl. I can call him if you like. No. No, don't bother. I'm starving. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. A jó reggeli a hosszú élet titka. Bacon and eggs. Oké. Okay.
Stefan nem. Thank you, Marcus. Television. Tensions continue to rise in the Arctic since Russia unilaterally declared the region part of its national territory. Several Russian warships have taken position in the Barents Sea since Saturday, and the Russian flag now flies over the ice. The Russian president. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Belongs to Russia. Okay, Carl. On the other hand, last night, the American ambassador again informed an emergency meeting of the UN that the United States keres valami tennivalót. Ez nagyon értek még itthon is. Bár manapság azért kicsit nehezebb, de miért kell az északi sark Oroszországnak? Élet a titánomnak. Egyre több a bizonyíték az idegen életre. Főleg amióta ilyen nagy fém monolitok jelennek meg. Oké. Oké. Ancient Aliens. Television off. Mankind is so depressing. Nothing but greed, stupidity, and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Oh, egy kis sark. Hű, de rég sakkoztam már. És most tényleg sakkozni kell? Sure, yeah. Speed chess. Speed chess it is. Jó, nem nekem kell. That is a very odd draw. Well, maybe you just played better. You don't lie as good as you play chess. We both know that I'm no match for you. Hát már olyan, a 90-es évek óta. I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become. This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Jaj, majd neki mentünk itt az italmosnak. Ez itt egy zsiráf, csak szólok. Na, és akkor a műterem. Nice. Az ott meg egy kukarobot, jól látom? Semmi reklám. Let's see where we left off. Remove the sheet.
Ja, akkor ki kell takarítanunk a műtermet. Hát jó. Hát akkor szobrokat is csinál, úgy látom. Nem csak fest. Na nézzük, mert tegyünk is rendet, ha már ez a dolgunk. So, what's your verdict, Marcus? Hát most mit mondjak? Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Ebben mindig tehetséges voltam. Hát legyen az asztal. That is a perfect copy of reality. The painting is not about replicating the world. It's about interpreting and improving on it, showing something you see. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go, try it. Grab that canvas. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas.
Oh my God. Hey, Dad. Leo. I didn't hear you come in. No, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Okay. Go ahead. What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No. No, no, I swear, it's not that. Don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? Oh, ninja, you know what? This thing is not your son. Bonfest. It's a fucking machine! Leo, that's enough! Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Oké. Jó. Menjünk tovább. Elvileg most jön megint a... Igen. A Negotiator fickó. Tudjuk már az ő nevét? Na mindegy, kiderül majd. Hát hogy ne mennénk be? Anderson hadnagy. Beolvas. Ja, beolvas. Azt hittem valakihez oda kell menni beolvasni. Ja, be kell szkennelnem az arcukat. Értem. Oké. Okay. Jó, tehát lehet, hogy az valamelyik csak. Dokmunkás. Ő az. Hank Anderson. 85-ben született. Oké, és akkor... The fuck you looking at? Lieutenant Anderson! Get
My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. I looked for you at the station, but nobody knew where you were. They said you were probably having a drink nearby. I was lucky to find you at the fifth bar. What do you want? You were assigned a case early this evening. A homicide involving a CyberLife android. In accordance with procedure, the company has allocated a specialized model to assist investigators. Well, I don't need any assistance. Especially not from a plastic asshole like you. So just be a good little robot and get the fuck out of here. I'm sorry, Lieutenant, but I must insist. My instructions stipulate that I have to accompany you. You know where you can stick your instructions? No. Where? Never mind. Listen, I think you should stop drinking and come with me. It'll make life easier for both of us. There you go, my friend. I apologize, Lieutenant. I didn't mean to bother. I'll wait for you outside. Take your time. Did you say homicide? Instructions are to accompany you to the crime scene, Lieutenant. Listen, I don't give a fuck about your instructions. I told you to wait here, so you shut the fuck up and you wait here. Again. Joss Douglas from Channel 16, can you confirm that this is a homicide? I'm not confirming anything. Megyünk. Have they said anything? Typical DPD, they don't tell us shit. Androids are not permitted beyond this point. It's with me. What part of staying in the car didn't you understand? Your order contradicted my instructions, Lieutenant. You don't talk, you don't touch anything, and you stay out of my way. Got it? Got it. Evening, Hank. We were starting to think you weren't gonna show. Yeah, that was the plan till this asshole found me. So, you got yourself an android, huh? Oh, very funny. Just tell me what happened. We had a call around 8 from the landlord. The tenant hadn't paid his rent for a few months, so he thought he'd drop by, see what was going on. Went on. That's when he found the body. Jesus, that smell. It was even worse before we opened the windows. The victim's name's Carlos Ortiz. He has a record for theft and aggravated assault. According to the neighbors, he was kind of a loner. Stayed inside most of the time. They hardly ever saw him. Well, state he's in. Wasn't worth calling everybody out in the middle of the night. You could have waited till morning. I'd say he's been there for a good 3 weeks. We'll know more when the coroner gets here. There's a kitchen knife over here. Probably the murder weapon. Any sign of a break-in? Nope. The landlord said the front door was locked from the inside. All the windows were boarded up. The killer must have gone out the back way. What do we know about it? It's android. Not much. The neighbors confirmed he had one, but it wasn't here when we arrived. I gotta get some air. Make yourself at home. I'll be outside if you need me. Okay. Tehát akkor már több mint 3 hete itt van. Vagy hát nagyjából 3 hete. Halott... És a szomszédok nem igen tudnak semmit.
Ja, értem. Itt vannak a bizonyítékok. Ne lépjünk rá, az fontos. Nincs rajta új lenyomat. Miért nincs egy androidnak új lenyomata? Vörösség, azaz. Hát a lakásában kábítószert találtak, ezt úgy szokták mondani, közel sem biztos, hogy ő használta. Jó, itt több bizonyítékot én nem látok, lehet, hogy a másik szobában. This is perfect. It's way too neat, no human rights like this. Chris, is this written in the victim's blood? I would say so. We're taking samples for analysis. Cash? Red ice. Seems our friend Carlos liked to party. Chris, I want full analysis on the narcotics. Jó, hát ott beleakadt. Consider it done, Lieutenant. Azt is lehet, hogy kesztyűbe volt. Lámjom. Door was locked from the inside. Killer must have gone out this way. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No. This type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Igen, Miska, 3 méterről 5-ször hátba lőtte magát. Csak a szokásos. Hey Mike, you finished taking samples there? Yeah, that's it. Valakit megütött vele. De mit? Oh, valakit? Oké. Ott verte a androidot. És érzelmi sokkot kapott emiatt. És elvette a kést, és megvágta Ortizt. Értek mindent. Semmit nem látok. Igen, ez volt a kés. Itt valaki kiugrott az ablakon. Gondolom. Kés. Na, hol van még bizonyíték? Oh. Itt van valami. Ezt nem olvasom el. Hát ez meg egyértelmű. Ez egyértelmű. Jó, köszönjük. Mehetünk tovább. What's keeping the car? You should have been there a half hour.
is on his way. It won't be long now. R-A-9. Hát lehet Ninja Raccoon. R-A-9. Érdekes. Jó, még egy bizonyíték van valahol. Ezt meg kéne keresni. Don't worry. No one wants to stay here a minute longer than they have to. Okay. There's something weird in the bathroom. Take a look. Lehet amúgy, hogy ez a Hank. Föltartás, csak szólok. Dolgozni. Ja, ott a igen. Az írás valószínű. Még leírt a betűtípust is. Az fontos. Na nézzük. Hú, csávó, tényleg nagyon oda van már. Jó, hát ebből már tudjuk, hogy fogyasztott. Huszonnyolc készórás. Ellenőrizte, tényleg ő az. És egyéb... Elhunyt. Most már ezt is tudjuk. Elesett az üvegekben. Dulakodtak. Ja nem, hogy leszúrta. Értem. Oké. Dulakodtak itt, megszúrta párszor. Igen, hát leszúrta. Leszúrta. Sokszor. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Jó, akkor... beszéljünk Hankkel. Hank? Szerintem is sima gyilkosság. Oh yeah. Shoot, I'm all ears. It all started in the kitchen. There are obvious signs of a struggle. The question is, what exactly happened here? I think the victim attacked the android with the knife. Oh. No, that can't be right. It doesn't fit the evidence. Az ütővel, persze. With the bat. That lines up with the evidence. Go on. Hmm.
The android stabbed the victim. So the android was trying to defend itself, right? Okay, then what happened? The victim fled to... the living room. Tried to get away from the android. All right, that makes sense. The android murdered the victim with the knife. Okay. Your theory's not totally ridiculous, but it doesn't tell us where the android went. It was damaged by the bat and lost some therium. Lost some what? Therium. You call it blue blood. It's the fluid that powers androids' biocomponents. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Oh. But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah. Olvassunk be. És keressünk vérnyomokat. Hát itt vannak. Úgyhogy akkor kövessük. Megtalálta a felmosót. Itt volt valami. Egy létra. Föl kéne másznunk. Egy széket mondjuk. Már az nem biztos, hogy ötlet. De próbáljuk meg a széket. Hey, what are you doing with that chair? I'm going to check something. Hank. This way, check something. Visszafele nem lehet menni esetleg, vagy?
was just defending myself. He was gonna kill me. I'm begging you. Don't tell him. Connor, what the fuck is going on up there? It's here, Lieutenant! Oh, shit. Chris! Ben! Get your asses in here now! Come on! Hello, Szilárd a Szabó. Vagy Szilárd a Szabó. Vagy a Szabó Szilárd. Hello, Szilárd. Megtaláltuk az elkövetőt. Tettük a dolgunkat. Mindenki teszi a dolgát egyelőre. Todd? Hiba volt. Hagyni kellett volna. Dinner is ready. Yeah, I'm coming. Bolonyai. Igazi kolikaja. There wasn't much in the kitchen. I did what I could. Life's funny. I lost my job because of androids. Somebody to take care of this goddamn house. What do I do? Go out and hire a fucking android. What a joke. Of course, androids are so fucking wonderful. They never fail, they're never tired, never sad. So fucking perfect, they ruined my fucking life! What are you looking at? What's your fucking problem? Not the life you dreamed of, eh? Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. My fault your fucking mother took off! You should stop taking drugs, Todd. Sometimes you really scare me, Todd. Fucking bitch took off without a word. Fucking whore walked out on me for a fucking accountant! It's all your fault. Daddy, no! It's all your fucking fault! Here. Come back here? Come back here right now! Yes! It's all her fault. I know it's her fault. You stay there. Don't you dare fucking move, or I'll bust you worse than last time. Took off without a word. I could have been happy. I could have had a family. But no! Didn't she even give a shit about how I felt? I did everything I could to make her happy. It just wasn't enough. I just wasn't good enough for her!
little fucking brat. Hát Mika. Oh, it's all her fault! Nem tehetek semmit. Vagy hát... Ha most tényleg megyek, akkor lehet, hogy tényleg szétver. Na jó. Meghekkeltük magunkat. A döntés. Hülyékkel nem vitatkozunk. Ők rutinosabbak. De nem ide. Rossz helyre mentem be. He's coming. He's gonna hurt me. Run! Get away or he's gonna break you like last time. You're coming with me. It's all her fucking fault. Come back here! You ain't going nowhere! Goodbye! No! Hogy is nevezik ezt a Quick Time Event? Vagy valami ilyesmi ennek a dolognak a neve? Kell fókuszálni. De leléptünk. Az abúzív apától. Mi a helyzet? That was by far the most boring party I've been to in the last 25 years. Every time I go to one of these, I ask myself, what the hell am I doing here? I hate cocktail parties and all the schmoozers that go there. Well, it's a chance for all those people who admire your work to meet you. Yeah. No one gives a damn about art. All they care about is how much money they're gonna make out of it.
Come on, let's have a drink. Oh, the excitement of this whole thing has made me thirsty. Hát ígyunk, abból baj nem lehet. Scotch, neat as usual? Absolutely. Okay, but you know what your doctor would say? Yeah, well, he can kiss my ass. I'm old enough to choose my own medication. Ja, nem ide jövünk. Vagy... Jó, oké. Megérkeztünk, mentünk egy kört. Did you leave the light on in the studio? No, no, I'm sure I didn't. Call the police. Detroit police, what's your emergency? This is Carl Manfred's android at 8941 Lafayette Avenue. We've just returned home and found the lights on. There may have been a break-in. A patrol car is on the way. Let's go check it out. Marcus, no, I'm gonna come with you. I'm not sure about that. Leo, look who's here. My father's plastic toy. Leo. What's going on? You refuse to help me, so I'm helping myself. It's crazy what some people pay for this shit. Don't touch them. Look, they're all gonna be mine sooner or later anyway. Just think of it as a down payment on my inheritance. Marcus, get him away from there. Get him out of here. Hát haver. Listen, you should go before things get worse. All you ever do is tell me to go away. What's wrong, Dad? Not good enough for you? Not perfect like this fucking thing? That's enough! Get out! Right now! What makes it so special anyway, huh? What's it got that I don't... Leave him alone! Come on! Let's see what you got! Marcus, don't defend yourself, you hear me? Don't do anything. Go ahead, hit me. What you waiting for? Think you're a man? Act like one. Stop it! What's the matter, too much of a pussy? Stop it, Leo! Stop it! Too scared to fight back, you fucking bitch! No! Forgot you're not a real person, you're just a fucking piece of plastic! No, Leo, leave him alone! No. I'm gonna destroy you, and it'll just be me and my dad. I'm gonna tear you... Opa! Basszus. Hát, Leo... Oh my God. Leo. My little boy. Carl, They'll destroy you, Marcus. You gotta go. Get out of here. Carl, I didn't mean to. Get out! Now! Go! Marcus! Don't fucking move! Shit. Kaptuk. Hát igen. Lehet, ha nem lökjük el, máshogy alakul. Te ki tudja, hogy hogy alakult volna. Most már így van. Why'd you kill him?
What happened before you took that knife? How long were you in the attic? Why didn't you even try to run away? Hogy hallgatsz ki egy robot? Say something, goddammit! Fuck it, I'm out of here. Bekattintott debug módba. We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. You'd always try roughing it up a little. After all, it's not human. Androids don't feel pain. You would only damage it, and that wouldn't make it talk. Mekkora ész kombányul. Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. What should we do then? I could try questioning it. What do we have to lose? Jó ötletük nincs. Go ahead. Suspect's all yours. Így van, nincs rákon. Unit tested. Egy vallomás kell. Na, hogy vagy, haver? Önmegsemmisítés valószínűsége. Akkor erre figyelnünk kell, hogy ez alacsony is maradjon. Házvezető. A tulajvére. És a baseball ütővel, amikor kapott egyet. Stressz szint. Hát gondolom ezt akkor csökkenteni kell. I detect an instability in your program. It can trigger an unpleasant feeling, like fear in humans. You're damaged. Did your owner do that? Did he beat you? Ja, vagy növelni kell a stressz szintet? Akkor ezek szerint. You're accused of murder. You know you're not allowed to endanger human life under any circumstances. Do you have anything to say in your defense? És ha belép ilyen önmegsemmisítő módba, akkor... Hát nem lennék jó rendőr. If you won't talk, I'm going to have to probe your memory. No! No, please don't do that. Null pointer? Lehet. What? What are they gonna do to me? They're gonna destroy me, aren't they? Lebontanak. They're going to disassemble you to look for problems in your biocomponents. They have no choice if they want to understand what happened. Why did you tell them you found me? Why couldn't you just have left me there? They were going to find you anyway. I was just faster. If they'd have found you first, you would have been shot on sight. Optimális a stressz szint.
Ja, akkor nem lehet túl magas se. Okay. Then talk to me. I can't. Hát... Nézzük meg a memóriát. You leave me no choice. Itt aztán... I accessed its memory. I know what happened. What the fuck is it? It's destroying itself. Nem így kellett volna. That's enough. You need to stop that right now. Watch out! Holy shit! Na fasza. Kinyírtam Marcus-t, most kinyírtam ezt is, Connort is. Tiszta deficit ez a mai nap. Hát lassan tényleg nem marad. Így rövid lesz a játék valószínű. Nézzük korábban mi a helyzet. Lehet amúgy. Vége ez volt a terv. Alright. End the line. End of the line? Yeah, you're gonna have to leave. Do you know if there's any other place we could spend the night? I have no idea. She's gonna have to leave. Ah, that's good. Find somewhere to spend the night. Come on, Alice, we've got to hurry. Let's see.
We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Nem érti. Oké, keresünk valamit. Hát vannak lehetőségek, menjünk sorba. Ez reggel nyit ki. Mély meglepő. Volt egy itt is. It's warm in here. You'll feel better in no time. Mosod up. Hát kéne öltözni. Hát vegyük el a tetyának a ruháit. Hát akkor jobb ötletem nincs, akkor menjünk tovább. Mi ez itt? Olvasni való. Menjünk tovább, szerintem. Come on, let's go. Oké. Csak hova? Menjünk oda a motelba. Hát mondjuk... lehet. A motel. Looks like we found a place to stay. Aha. We're not hát, going in? We have to find $40 and get rid of this uniform. Or go somewhere else. Hát szerez $40, keres ruhákat. Jó, menjünk tovább. Lehet, hogy máshol lesznek ruhák. Meg ide bemenni. An abandoned house. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. Itt lehetett átmenni? Egy drótvágóval. És honnan szerezzek drótvágót? There's nothing more this way. Oké. Hát vannak opciók, csak
semmi nincs meg hozzá, ami kéne. Jöjj ide a busz megállóba. De... I'm okay. I'm not so cold. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. Na, hát ha ő segít. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Továbbra sem vagyok sokkal közelebb a megoldáshoz. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. What do you want? Species, most of them now extinct, have been recreated in more than 100. I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. Az előbb nem loptuk el a ruhát, akkor most miért lopnánk el a pénzt? Főleg úgy, hogy van kamera mondjuk. Ó! Oh. Na várjátok. Kaja. Védő. Ezt valahogy fel kéne borítani, és akkor tudnánk kivenni pénzt. Megvan a terv. You all right? Are you hurt? Well, don't worry.
It's just a few cans. Come on, let's go. Ez nem helyes. Ez nem helyes. Fuck! Úgy van. Akkor még kéne ruha. Yeah. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. Oh. Az élet nehéz. Elvileg rendben vagyunk. Hát nem tudom, honnan fogja folytatni. De azért még egy kicsit játszunk. De akkor most tényleg meghalt a másik két karakter? Elég fura lenne. Csak nem. Jó. Aha. Jó, itt vagyunk a motelnél. Lopjunk ruhát. Nagyon úgy tűnt, hát... Ja, itt a bejárat. Csak ellopunk most már mindent. Vagy kérdezzem meg tényleg, hogy... Ebből baj lesz. Menni. Ja. Azt hittem ellopjuk rendesen. De akkor itt át is öltözünk. Csak mert itt... itt simán. Igen, most még nekiállunk olvasgatni mindenki. Na tipli. Jó. Akkor ez megvan. Akkor menjünk a boltba. Mondjuk lehet, hogy tényleg egyszerűbb lenne egyébként csak átvágni magunkat. Itt még elkérjük az infót ettől a kukás csávótól. Azt mondja, bezárt a busz megálló. I'm okay, I'm not so cold. You look lost. We have nowhere to go. I know someone who can help you. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. I
Detroit buses. Oké, okay, és akkor most gyerünk a boltba lopni. Nagyon szarú hangzik. Look, the store is still open. Maybe we should go inside. At least you'll be out of the cold. Can I help you? Nem. I'm with a little girl and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Look, this is a convenience store, lady, not the Salvation Army. I can't start handing out cash to every bum in the neighborhood. All designed to appear live and well. CyberLife has announced the opening of 11. Igen, mert most már az annyiban más, ugye, nem lehet, hogy androidok vagyunk. Jó. Oké. Hát igen, normálisabb volt, igen. Jó. Most lehet, hogy... de mi legyen? Hát a hotelba. Nem tudom. Viszünk kaját, az biztos. Most ezúttal viszünk. Nem mintha ettől elésznél jobbak lennénk. Adunk neki egy kis lopott csokit még ráadásul. Jó, ez így. Nem helyes. You all right? Are you hurt? Well, don't worry. It's just a few cans. Come on, let's go. Fuck! Hát igen. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. Hát lehet a drótvágót kellett volna inkább. Most megint elnézést kell, megint kifagy. I shouldn't have done that. I'm sorry, Alice. I'll never do it again. Na jó, nem. Irány akkor a motel. Miska amúgy, ja. Hi. Hey. I'd like a room. That'll be $40 up front. Parancsolj. Just need your name and address. Can I see your driver's license? I haven't got it with me. Please, the kid is tired. No worries. We can deal with it tomorrow. A barátságos Morgan Freeman. Have a good night.
Good night. Let's go, Alice. Do you think he believed you? I don't know, Alice. All I know is you'll be nice and warm tonight. Na melyik a mi szobánk? Ott fönt, oké. Give me your coat. Sehol senki. Jó. Szerintem oda kéne neki adni a csokit. I have a chocolate bar. Are you hungry? Kár volt ellopni. Hát igen, mert neki meg nem fog kelleni valószínű. Na itt mi a helyzet? Na, beszéljünk Alice-szel. Let's get these clothes off. They're soaking wet. I'll just put these in the bathroom to dry. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why couldn't we just be happy? I don't know. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Will we be together forever? Forever. Turn off the light, okay?
megenni a csokit. Pedig lefekvés előtt még egy csokit pont be lehetett volna dobni szerintem. Nem mintha én valahogy is ilyet csinálnék, csak mondom. Reggelire csokit. Fú. Oké. Okay. A jó öreg Markus. Nincs túl jól. Hangprocesszor sérült. Ez még mindig a hangprocesszor. A optikai egység is sérült. Sérült elmepalota. Oké. Okay. Egyéb. Bal és jobb láb komponense hiányzik. Az állás nem lehetséges. Oké. Okay. A tírium szivattyú szabályzója. Alacsony energiafelhasználási módban, safe módban vagyunk. Hát nincs a rákon, igen. Jó. Cseréljük ki a lábakat. Egy lábánk van. Ez nem jó. Ez jó lesz. Jó, lábak megvannak. Kéne innen valahonnan, valahogyan mennünk. Fogalmam sincs, hogy hogyan. Gyerünk, aztán meglátjuk. Basszus. There's a place where we can be free. Find Jellicoe!
find Jericho! Jericho. Mi Jericho? Hát a Jericho utca. Szóval itt vagyunk a Ronstadtben. Na, egy jó hangprocesszor. Hello, I'm an AK-700 android. I was designed to serve you. What can I do for you? Hat. Hello. My program has detected an anomaly. Please contact the nearest CyberLife Maintenance Center. Már csak túrium szivattyú kéne, vagy mi? Szivattyú szabályzó, bocsánat. Á, de most már tudunk beolvasni. Na nézzük, hát ha az ott jó. Nem, még nem járunk itt. Akkor még keresünk. De hol lehet? Error has occurred.
nem. És itt így meg nem, így pedig nem látom. Úgyhogy akkor csak körbe kell menni. Hát ha erre még van. Ó. Ah, szuper. Kompatibilis is. Visszük. És akkor most kell felmásznunk. Kiszedt a ledet. Így most már nem látszik, hogy ő android. A bélyeget levette. I'll be back, így van. Oké, és... Hát itt van Connor is. Vagy Connor. Hát lehet, hogy ez nem ugyanaz. Amandát. Valamit kihagytunk? Hogy lesz egy csajozás? Hát... Biztos, hogy a hosszabbik úton megyek. Igen, mert ott van Amanda. Ez valamilyen android mennyország, vagy... Nem tudom. A csillag. Ja, a mestint algoritmus, mi?
Ő Amanda? Hello, Amanda. Connor, it's good to see you. Your predecessor was unfortunately destroyed. It knew deviants could be unpredictable, but it wasn't careful enough. I hope you won't make the same mistake. I don't intend to. When a Connor model is destroyed, Oraculum, its memory is transferred to the next one. But some data can be lost in the process. Avoid being destroyed. It would be better for you and the investigation. I understand. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? It showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? He's obviously not what I was expecting. But I don't have enough information yet to form a definitive opinion. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? I will adapt to his personality. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Pick up the investigation where the previous Connor left off and put a stop to this. Értettem. Hurry, Connor. There's little time. Oké. Na, viszont srácok, kezd este lenni, úgyhogy innen fogunk folytatni, okvetlenül. Mégpedig holnap. Holnap mindenképp fogjuk folytatni. Este valamikor, hát úgy tervezem, hogy a 7 óra körül, ha minden igaz. Fú, ez egy nagyon jó játék, továbbra is. Hát nincs rá, akkor mit gondolsz, miért most hagytuk abba? Nem, csak viccelek. Jó, úgyhogy mindenképp fogjuk folytatni, mert tényleg nagyon jó, és mindenképp végig akarom nézni, hogy mi lesz a végkifejlet. Nem könnyű téma, ez biztos, és nem könnyű azért ezekről a dolgokról beszélgetni, főleg nem így átélni. Úgyhogy nem egyszerű, de mindenképp végig csináljuk. Jó? Úgyhogy holnap én nem látom akadályát, hogy szerintem így 7 órakor folytassuk. Várlak titeket akkor is sok szeretettel. Mára viszont nagyon szépen köszönöm a followokat, csíreket, donéteket, szubokat. Azt is, hogy kivártátok azt, hogy újraindítsam itt a streamet a nagy crash után. Én kívánok nektek nagyon szép estét, további szép éjszakát. Holnap találkozunk. Na, hello!